szocialista autók, nagyjából a megszokott forma, ami Atádon elő szokott fordulni, például a 1200-as Lada kombi, legelőbb az 1005-ös dupla körlámpás Lada, a BMW-vel a Valenti Bar, az én kis poszkim, illetve itt már vannak olyanok is, amik még nem nagyon fordultak elő, se a túrán, se a másikon, egy Chevrolet Impala a főkiállítási tárgy, egy Skoda 100-as, illetve a Renault is egy újdonság, illetve a nagyatádi részről mindig is a Moszkvics, a zöld Moszkvicsunk, aki kint van. Ezt a 70-es évek elejéről származó Pannoniát másfél éve vásárolta a gazdája, igencsak leharcolt állapotban. Telet arra szántam, hogy felújítsam. Ez lett a végeredmény, nagyon rossz állapotban volt. Mennyibe kerül egy ilyen motor nagyon rossz állapotban? Olyan 360 ezer forint volt, de papíros, tehát szürke, eredeti forgalmiában volt. Ez a 70-es évek elején készült? Igen, 72-es. 72-es a motor és 68-as a kuli. A kuli az teljesen gyári eredeti állapotban. Tehát és az... a piros Pannonia? A piros, hát azt édesapámtól vásároltam 1 forintért. És rökölte? Hát tulajdonképpen igen, 1961-es. TLB, a burkolt Pannonia típus. Ez még régebbi 10 évvel? Hát igen, idősebb, mint én, úgyhogy csókolomot köszönök neki. És hát elég ritka típus ez a burkolt. És ön újította fel? Igen, én újítottam föl, 4 éve álltam neki, 2 évig tartott, mert hétvégenként, ahogy tudtam. De aztán, hát sok pénzbe is került, de sikerült muszakvizsgát szerezni rá. Mennyit érnek most így piaci áron ezek a motorok? Relatív így van. A motor az egy olyan 800 ezer, 1 millió forint körül, a kuri az olyan 600 ezer forint. Aha, és a piros? Hát amiket én láttam papír nélkül olyan 901 millió körül, felújítva olyan 2 milliót kérnek érte. Ha kapnak, kapnak, nekem nem áll szándékomba eladni. A legnépszerűbb jármű kétségtelenül ez az Icarus 311-es volt. Folyamatosan körözött a városban az utasokkal. Közel 60 éves, egy homokbányában volt iroda, onnan vettem meg, hát nekiálltam, én magam csináltam, volt egy pár segítség, néha-néha, nem mindig, 2 évig tartott a felújítás, Budapestről jöttem, 6 óra hosszat, 6 óra hosszat, 60-nak, hát voltam vele már Stuttgartban, Prágában többször, akkor Szerbiában, a Ruzsa Magdét vittem egyszer, valahova volt, a templomot énekelt. Újságírók a rejtében többször ott az utolsó Batterháznál. Na, nagyon sok út már benne van. Hát úgy működik szépen. Mint kiderült, több filmben is szerepelt már. A gyűjteményem része tűzoltós isakok, itt van magyar, aztán osztrák, jugoszláv, illetve horvát sisak. És a legvégén az a bőr sisak, az pedig több mint 120 éves. A gyűjteménynek a része a szolgálati érem gyűjtése, amely van a megalakult, még a Széchenyi Ödön által vezetett tűzoltósági főparancsnoknak a jelvényei, illetve azon kívül megtalálható a szocialista rendszernek a jelvényei, ebben van a haza szolgálatáért 5 éves, vagyis 10 éves, 15 és 20, illetve megtalálható a gyűjteményemben az önkéntes és a vállalati tűzoltóknak is a 5, 10, 15, 20 éves felmenői. Ezen kívül található makett tűzoltó autók gyűjteményemben, közel van 120 darab, csak az most nincs kitéve, illetve ez a két fém tűzoltó autó, egyik létrásszer, a másik pedig beavatkozási, amelyek körülbelül a idejük olyan 1930-as években volt ilyen tűzoltó, de ezt később gyártották, nem akkor készültek, 1930-ban. Gyalogos és lovas tiszti és huszárkardokat, illetve szabjákat is megtekinthettek a látogatók, ha kézben nem is vehették őket. A laktanya történetét bemutató kiállításon kívül az egykori konzervgyárat bemutató emlékek, dokumentumok, fotók és tárgyak is sorakoztak egy másik helyen.
akkor miért van ilyen hangjuk? A vákumja miatt. Aha. És mióta őrzi ezeket a konzerveket? 1990 óta. Ezek eredeti nagyatári konzervgyárban készülnek? Eredeti zárások, tehát eredeti tetők vannak rajta. A régi képeket is sokan nézegették a monitorokon. Vránics Ildikó és Farkas Zoltán kiváló előadók népszerű örökzöldjeivel érdemeltek ki vastapsot a hallgatóságtól. Egyben született tiszteleti szervezet, Szói Préla, országszerte folytatott. A rádiók gyűjtésével foglalkozók is elhozták és bemutatták a készülékeiket. Az 50-es években készültek, 60-as években a rádióknak nagy része működik, tehát hallgatni is lehet őket, sikerül reagálni, illetve sikerült őket olyan állapotba hozni, tehát működjenek. A típusuk az Orion természetesen magyar gyártmányúak, illetve egy-két német gyártmányú készüléket is találunk itt. Sőt, még Morse billentyűket is láthattunk. A rádióklub tagjai ma is használnak ilyeneket. Ezek a videokártyák és hangkártyák is vannak itt. Ez igazából 1995-től a mai napjainkig bezárólag vannak kiállítva. Több generáció, igazából lehet látni, hogy hogyan fejlődtek a videokártyák az évek folyamán. Vannak izabuszos, PCI Express-es, PCI-os, nagyon sokféle formában, márkákban igazából megnyilvánulnak. Vannak régi kazettáim is, játékok, laptop, számológépek, régi kamera, régi processzorok. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű a gyűjteményem igazából. Piros már a csipket bogyó, tetején ül egy kis manó, hűv, nél fúj a nyakába, les az égre, les a fára. Hadd nézem, milyen magasak az fák! Fúj a szél a fákat, letöri az ágat, recs! Ribizli Bohóc műsorát nagyon sok apróság tapsolta végig a szüleivel együtt. A Ribizli Bohóc, a régi busz, az nagyon izgalmas volt. Igen, igen, még a régi autókat nem néztük meg, de már idefelé láttuk, hogy vannak, úgyhogy azt is szeretnénk megnézni, és hát sose lehet kihagyni a Kürtös Kalácsot. Hát arra felé fogjuk akkor fordítani, fogd meg Lória itt a csövet, figyelj. Tehát... Az elektromos kisautók ugyancsak népszerűek voltak. Néhány kör után belejöttek az apróságok a vezetésbe. Az idősebbek szintén jól szórakoztak, és azt mondták, máskor sem unatkoznak. Hát a nyugdíjas klubban vagyunk, és mindenhol megjelenünk, ahol lehet. Én kézi munkaszakkörre is járok, és rengeteget horgolok. Meg kötök a dédunokámnak, az unokámnak, a lányomnak, én már magamnak mondjuk nem. De én meg kapálom a kertet gyerekeknél. A Limonádé Lányok a régi slágerek sorával emelték a közönség jó hangulatát. Együtt énekelték velük a dalokat, és akadtak, akik még táncra is perdültek. A retro hangulat, ez belünk él. És minden generáció viszi magával a retro korszakát. Érdekes módon én a zenében sokáig követtem ezt, hogy egy időben az 50-es évek zenéje, utána a 60-as, 70-es,
80-as, és folytathatnám. A mai fiataloknak már a 2000-es évek muzsikája és retro zenének számít, azért, mert megélték, mert hallgatták, mert élvezték azt a korszakot, emlékeik vannak ebből az időszakból, ezek lehetnek tárgyi emlékek, és lehetnek olyan kulturális értékek, a zenétől a táncig, az öltözeten, hát minden olyan, amire jó szívvel, örömmel emlékszik, nosztalgiával az ember, néhány év elteltével. Szintén többeket megmozgatott a zumbások csoportja. És ekkor már a Blackbirds, a Beatles emlékzenekar is hangolt az esti koncertre. A retrónap csúcspontját ők hozták a négy halhatatlan zenével, ami máig meghatározó. Hát, hogy ott indult minden. A 60-as években ott indult a rockipar, a zeneipar. Ott kezdtek el erősítőket fejleszteni a minél hosszabb koncertekre, minél hangosabb koncertekre. És gyakorlatilag ott indult az egész show business, és ezt a Beatles indította el. És igazából a dalaiknak szerintem az a titka, hogy gyakorlatilag 58 vagy 60 x év után is itt vagyunk mondjuk Nagyatádon, és el tudunk játszani egy másfél óra slágerparádét gyakorlatilag. Tehát, hogy olyan szinten el vannak ezek a dalok találva, hogy akkor is nagyon jól működött az akkori fiataloknak, és most is nagyon jól működik. Nyilván a nosztalgiázó idősebbeknek, de a fiataloknak is.